Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt országgyűlés. Mielőtt a BTK évvel kapcsolatos felszólalásomat elkezdeném, engedjék meg, hogy régi szokásomhoz híven a mai naphoz kapcsolódóan hadd jelezzem képviselőtársaimnak, az országgyűlésnek, hogy ma is nevezetes nap van az ország házában, hisz 1887-ben az első villamos itt a Teréz körúton megindult, és arról sem szabad elfeledkeznünk, hogy az aranycsapat egyik tagjának, Bozsiknak a születésnapja van ma, és szomorú, és engedjék meg, hogy legyek ennyire szubjektív eseményt is, hadd mondjak, hogy a magyar színjátszás egyik legnagyobb alakja az én kedves barátom, Bubik István, pontosan 8 évvel ezelőtt indult el végzetes útjára és hunyt el. Tisztelt országgyűlés, most akkor a száraz témával kezdeném. Ahogy a államtitkár úr expozéjában elmondta, és ahogyan minden képviselőtársam tudja, az elmúlt, vagy illetve az ebben az évben a nyáron elfogadott új büntető törvénykönyv, bár csak a jövő év nyarán fog hatályba lépni, de ez a nagy horderejű és a 78 évi 4-es törvényt felváltó új büntető törvénykönyv hatályba léptetéséhez számtalan jogszabály módosítására van szükség, és ahogyan államtitkár úr is utalt rá, ez a törvényjavaslat, ez egy olyan hatalmas köteg és egy olyan hatalmas munka, amely nélkül hiába fogadtuk el konszenzussal az új büntető törvénykönyvet, a nyári hatályba léptetésnek komoly akadályai lesznek, és ahogyan az előbb az ügyrendi javaslatomat megtettem, még a mai napon is szeretnénk jó néhány módosító indítványt benyújtani, hogy ez a konszenzussal született és a magyar igazságszolgáltatás talpkövének tekinthető a 21. századi korszerű büntető törvénykönyv valóban 2013 nyarán hatályba lépjen. Képviselőtársaim, engedjék meg, hogy nagyon röviden próbáljam összefoglalni mindazt, amelyet ilyen rövid időkeretben lehetetlen összefoglalni. Ahogyan említettem, az új büntető törvénykönyv megalkotása és a hatályba léptetéséhez rengeteg módosításra van szükség. Ezek elsődlegesen büntetőtárgyú jogszabályok, azonban egyéb tárgykört szabályozó törvények is nagy számban tartalmaznak a büntetőanyagi jogi rendelkezésekre való utalást. Több mint 500 ilyen törvény található a magyar jogrendszerben. A javaslat tartalmazza az új BTK hatályba lépéséhez szükséges átmeneti rendelkezéseket, illetve néhány a büntetőtárgyú törvények alkalmazása során felmerült problémát is orvosol. Az új BTK 2013. július 1-jével új intézkedési nemként bevezeti az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételét. Az intézkedést a bíróság rendeli el az eljárást érdemben lezáró határozatában, és annak akkor is helye van, ha az elkövető egyébként nem büntethető, vagy büntethetősége megszűnt, továbbá, ha a büntetőeljárás konkrét személy ellen nem indult. Ez utóbbi esetekben az elrendelésre úgynevezett tárgyi eljárás keretében kerülhet sor. A javaslat ezzel párhuzamosan a büntetőeljárás menetében bevezet egy olyan új kényszerintézkedést, amely a fenti intézkedésekhez hasonló célokat szolgál, azonban csak ideiglenes jelleggel akadályozza meg az adathoz való hozzáférést. Fontos kiemelni, hogy mind a BL szerinti kényszerintézkedést, mind az anyagi jogi szankciót kizárólag bíróság rendelheti el. A büntetőeljárásról szóló 1998 évi 19-es törvény egy új fejezettel egészül ki, erre államtitkár úr is utalt, amely a vagyonvisszaszerzési eljárás szabályozza azzal, hogy a fejezet az általános szabályokhoz képest különös szabályokat állapítja meg. A javaslat végső határidőt szab a bíróság ügydöntő határozatának jogerőre emelkedését követően, egyrészt a vagyonvisszaszerzési eljárás elrendelésére, másrészt az eljárás lefolytatására. Módosítja a BL lefoglalási szabályt oly módon, hogy a nyomokat és anyagmaradványokat az eljárás során nem kell lefoglalni. Ez régi probléma volt már. A büntetések és intézkedések végrehajtásáról szóló 1979 évi 11-es törvényerő rendelet, az új BTK által bevezetett új büntetési intézkedések is, nemek, például elzárás, sportrendezvények látogatásával eltiltás, jóvátételi munka, elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenítételi végrehajtási szabályait alkotják.
Az eljárás gyorsítása, az adminisztratív terhek csökkentése és a költséghatékonyság növelése érdekében lehetővé teszi meghatározott esetekben büntetés végrehajtása bíró tárgyalás tartása nélkül a rendelkezésre álló iratok alapján hozza meg a döntését, továbbá lehetővé teszi a büntetés végrehajtási bíró feladatait bírósági titkár önállóan elláthassa. A javaslat újra szabályozza a közérdekű munka kijelölésének a rendszerét, a jövőben nem a büntetés végrehajtási bíró határoz a munkahelyek kijelöléséről, hanem a pártfogó felügyelő, döntésével szemben az elítélt fellebbezéssel élhet a büntetés végrehajtási bíróhoz. A javaslat a közérdekű munka végrehajtására egy objektív, 2 éves határidőt állapít meg. A javaslat beemeli a büntető eljárás alában személyek DNS profiljainak nyilvántartásába azoknak az adatait, akik ellen dolog elleni erőszakkal vagy közveszély színhelyén 2 évig terjedő vagy annál súlyosabb szabadságvesztéssel büntetendő vagyon elleni bűncselekmény miatt folyik büntető eljárás. Az Európa Tanács pénzmosás elleni bizottsága és az OECD vesztegetés elleni munkacsoportja is vizsgálta a jogi személyekkel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló törvény alkalmazását. A két ország értékelés hasonló megállapodásokat tartalmaz a jogi személyek büntetőjogi felelősségével kapcsolatosan. A hatékony alkalmazás egyik akadálya az a feltétel, mely szerint ahhoz, hogy a jogi személy büntetőjogi felelőssége megállapítható legyen, meg kell állapítani a természetes személy büntetőjogi felelősségét. A másik akadály az a feltétel, mely szerint a szándékos bűncselekmény elkövetése esetén is csak akkor alkalmazhatók az intézkedések jogi személlyel szemben, ha a bűncselekmény elkövetése a jogi személy javára előnyszerzését célozta vagy eredményezte. Tekintettel arra, hogy Magyarországnak a nemzetközileg vállalt kötelezettséget teljesítenie kell, ezért kerül sor a módosításra. Az új BTK több tényállást hatályon kívül helyez 2013. július 1-ével. A javaslat szerinti módosítások nagy része 2013. július 1 napján lép hatályba, ugyanakkor figyelemmel a hatályos BTK második paragrafusában és a BE 6 paragrafus 3 bekezdés alpontjában foglaltakra indokolt a dekriminalizálás már korábban 2013. február 1-ével végrehajtani, ezért szükséges a hatályos BTK módosítása. Ezen túlmenően az új BTK elfogadását követően a hatályos BTK-t módosító rendezkedések átvezetése is szükséges az új BTK-ba, még a hatályba lépést megelőzően. Mivel a javaslat szerint az egyes bűncselekmények 2013. február 1-ét követően nem bűncselekménynek, hanem szabálysértésnek minősülnek, az új BTK alapján egyes bűncselekmények 2013. július 1-ét követően értékhatártól függően minősülnek bűncselekménynek vagy szabálysértésnek, az e cselekmények miatt a folyamatban lévő eljárások során követendő szabályokról külön rendelkezni is szükséges. A javaslat szerint ebben a az esetben a büntetőügyben eljáró hatóság feladata, hogy az ügy iratait a szabálysértés elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szabálysértési hatóságnak megküldje. Emellett a bíróság döntése szerint is elbírálhatja a szabálysértés, vagy ha elévült, az eljárás megszüntet. A BTK új büntetési nemként vezeti be a sportrendezvény látogatásáról eltiltást, a sporthuliganizmus elleni hatékony fellépés eszközévé vált a sportrendezvények látogatásáról való eltiltás büntetése, amely az egyéni és általános prevenciós célokat is megfelelően szolgálhatja. A sporttörvény 72. paragrafus 5. bekezdése kimondja, hogy beléptető rendszer alkalmazás esetén a szervező vagy jegyértékesítést a szervező megbízásából végülő személy belépőjegy, bérlet vagy klubkártya eladásakor, valamint a rendező beléptetés során a néző személyazonosságát egybeveti a sportrendészeti nyilvántartás adataival. A sportrendészeti nyilvántartásban szereplő személynek belépőjegy, bérlet, kártya nem értékesíthető, az eltiltó és kitiltó határozat szerinti sportrendezvény helyszínére vagy a sportrendezvényben történő belépést meg kell tagadni. A képviselőtársaim előtt is ismeretes, és beszélt államtitkár úr is erről a új BTK rendelkezésről. Nyilvánvaló, hogy a végrehajtási rendelkezés nélkül abszolút értelmetlen, illetve szankció nélkül és alkalmazhatatlan lenne a új BTK különös részi tényállása. A BTK új intézkedésként vezeti be a jóvátételi munkát, ami részben a próbárabocsátáshoz, részben a közérdekű munka büntetéshez hasonló jogintézmény, elsősorban a speciális megelőzésre helyezi a hangsúlyt. Ennek a szankciónak a beiktatását kifejezetten a helyreállító jóvátételi szempontok indokolták. Célja az, hogy az elkövető a jóvátételi munka által a közösség felé kifejezze, hogy hasznos tagja tud lenni a közösségnek.
Nem minden bűncselekmény kapcsán kerülhet sor közvetítői eljárás lefolytatására, de a helyreállító igazságszolgáltatás egyéb megoldásai még alkalmasak lehetnek a bűncselekmény érintett közösségek kiengedésének. A közösség javára teljesített hasznos munkavégzés a közösség felé irányuló reparációt célozza, ugyanakkor segítheti főként a fiatalkorokat a tervszerű életvitel kialakításában. A bíróság meghatározza a jóvátételi munka tartamát, de ennek kereteit a végrehajtás konkrét részleteiről, feltételeiről az elítélt és a munkahely állapodik meg. Az elítélt számára az egy év időtartam áll rendelkezésre, hogy a jóvátételre alkalmas munkavégzést találjon, és az előírt mértékben teljesítse. A jóvátétele munka végzése, miként a közérdekű munka nem munkaviszony keretében történik, továbbá a szervezett munkavégzésnek sem minősül, mivel a végrehajtás körülményeiben az elítélt és adott intézmény szervezet vezetője állapodik meg, és az elítélt díjazás nélkül mint egy társadalmi munkaként végzi. A BTK kiterjesztette a jóvátételi nevelés alkalmazhatóságának hatályát, még hangsúlyosabbá téve ezt az intézkedést a fiatalkorok szankciórendszerében. Ugyanakkor annak hatékonysága akkor bizonyított, ha a fiatalkorú nevelése egy folyamatot alkot. Ez szakítja meg a fiatalkorú szökése, ráadásul kikerülvén ebből a védett környezetből a szökés ideje alatt még inkább ki van szolgáltatva olyan erők hatásának, amelyek esetleg újabb bűncselekmény elkövetésébe sodorhatják, vagy esetleg annak áldozatává válhat. A nevelési cél érvényesülésének, vagyis a fiatalkorú fejlődésében a pozitív változás és a fenntarthatóság érdekében a javaslat határozottan fellép az egyébként korosztályokra jellemző magatartással szemben, remélve, hogy az kellő visszatartó erőként fog szolgálni. Ha a fiatalkorral szemben három alkalommal az intézet engedély nélküli elhagyása miatt fegyelmi felelősségét megállapítják, a jogszabály rendelkezése alapján ideiglenesen nem lesz elbocsátható az intézetből, erről külön döntést kell hozni. Kedves képviselőtársaim, hosszan citálhatnám még azokat a rendelkezéseket, amelyek, mint hangsúlyoztam, feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy a büntetőtörvénykönyv, az új büntetőtörvénykönyv nyáron hatályba lépjen. Nekem meggyőződésem az, hogy a néhány módosító indítvány benyújtásával egyidejűleg ez a most benyújtott BTKE törvényjavaslat alkalmas arra, hogy a büntetőtörvénykönyv hatályba lépését elősegítse, és mindenképpen képviselőtársaim figyelmébe ajánlom. Köszönöm elfogadásra. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő.